Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket. A nevem Slinglov Sanyi, és a Még Nincs Neve Gyülekezetnek vagyok az egyik vezetője. Az elmúlt napokban, hetekben, talán azt is mondhatom, hogy hónapokban egy olyan élményen mentem keresztül, amit ha megosztok veletek, szerintem rendkívül, rendkívül hasznos lesz. Egy olyan témát hozott Isten elém, és foglalkoztat, majdnem egzisztenciálisan, Uh, nem csak elméletben, hanem a saját életemben kulcsfontosságú jelentőséggel, ami szerintem mindannyiunknak borzasztóan fontos. És ez a téma nem más, mint a nyugalom. Uh, milyen jó ezt csak kiejteni, ezt a szót, nyugalom, hogy hogy vágyunk erre. Uh, emlékszem régen, amikor uh, vállalkozóként uh, még 10-20 évesen elindultam, um, megtanított a világ arra, hogy célokat kell állítanom, és a célállítás folyamán, egy ponton emlékszem, hogy, hogy kicsit félve, de leírtam a, a papíromra, hogy, hogy hogy amire leginkább vágyom, az a, az, a nyugalom. az a nyugalom. És nagyon érdekes, hogy ez egy olyan téma, ami nem csak a lelkünkben ég folyamatos vágyként, szükségként, hanem valami olyasmi, amiről Isten nagyon komolyan beszél, és tényleg váratlanul nagy hangsúlyt fektet rá. Úgyhogy engedjétek meg nekem, hogy, hogy zsidókhoz írt levélből olvassak föl, még pedig a negyedik fejezet első versét, és aztán egy pár, pár percet gondolkozzunk erről. Azt mondja, mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. És nyilván, ha megnézzük a szövegkörnyezetet, akkor azt látjuk, hogy, hogy a zsidó népnek hirdették az evangéliumot, az örömhírt, de nem keverték hittel. És ezért nem mentek be abba a bizonyos nyugalomba. Aztán később beszél róla, hogy ez a nyugalom az a szombatnapi nyugalom, amelyel Isten megteremtette a világot hat nap alatt, és a hetedik napon megpihent. Nem azért pihent meg, mert elfáradt, nem azért pihent meg, mert ha még egy bolygót kellett volna teremtenie, teljesen ki lett volna, hanem azért, mert kész lett minden, elvégeztetett. Ugyanezt halljuk Jézus Krisztustól a kereszten, hogy, hogy amikor, amikor az utolsó kijelentését tette, akkor azt kiáltotta, hogy, hogy majdnem kész van, hogy már csak egy kicsi van hátra, és ezt ti majd megcsináljátok. Nem, 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 nem ezt kiáltotta. Azt kiáltotta, hogy elvégeztetett, minden kész van. És ha minden kész van, akkor igazából ő is, és mi is megnyugodhatunk a munkáinktól, mert, mert ha elhiszem, hogy Isten elvégezte, akkor lehet, hogy nekem nincs már mit hozzátennem. És, és emellett a gondolat mellett, a nyugalomba való bemenet gondolata mellett fogunk megmaradni az elkövetkező napokban is. Nem hiszem, hogy, hogy, hogy ki tudjuk ezt meríteni. Nem hiszem, hogy, hogy egy pillanat is, amit erről beszélünk, fölösleges lehet, hisz ebbe a nyugalomba való bemenetel az egyik kulcsa az életünknek. Olyannyira fontos, hogy Isten azt meri mondani, hogy, hogy, azt mondja, hogy gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le nem maradjon erről a, erről a, nyugalomról. És nagyon érdekes, a gondosan ügyeljünk szó a görögben a fóbeó. Nem tudom, hogy ismerőse ez a kifejezés, a fóbia, mint olyan. Valójában félelmet jelent, rettegést. Egy nagyon erőteljes kifejezés. A fordítás nem pontos azzal, hogy azt mondja, hogy igyekezzünk. Isten valójában azt mondja, hogy félj, hogy nehogy lemaradj erről a nyugalomról. Kulcs szerepet szán neki, kulcsfontosságúnak tartja. És szerintem ezt a mi lelkünk is érzi és tudja. Úgyhogy a, a nyugalomba való bemenetel abszolút egy olyan téma, amit érdemes, érdemes követni. Kicsit később a 11. versben azt mondja, hogy igyekezzünk tehát bemenni abban a nyugalomba. Milyen ellentmondásosnak tűnik? Egyfelől igyekezni, nyugodni. Erről fogunk beszélni az elkövetkező napokban. Úgyhogy nagyon köszönöm a figyelmeteket, és, és találkozunk holnap.